Városi Páros. Versenyfutás az időtel. Ha minden igaz, akkor az befutónk a Szili és a Tamás. Így van, még így van. Hölgyeim és uraim, Szili Tamással befutott. Szili, mondd el, hol vagytok? Itt vagyunk a budapesti fővárosi Vidán Park kellős közepében, és futunk valami felé, ami még én sem tudom, hogy micsoda. Utoljára gyerekkoromban szaladtam a Vidán Parkban. Nagyon fontos, hogy futurisztikus élmény, senki nincsen itt. Csak is a bumerán kedvéért. Kinyitott a Vidán Park, és beengedett benneteket autóval, mert ott a környéken eszméletlen nehéz parkolni. A dugóban, ahogy a Móni mondta, szopó. Fittikém, szia! Én úgy érzem, hogy ez most pont attól függött, amitől nem értjük az egész budapesti és nagyvárosi forgalmat, mert egyszerűen nem lehet minden nap általánosítani, hogy itt áll meg, ott áll meg. Nekem nem volt forgalom, azért ez nem tett már tönkre magad, azért mert egy per győzök a héten. Nem menjél már kórházba ezért, érted? Nem megyek kórházba, megyek a Hermina úton csapatom, a Zolival, és mindjárt ott vagyok. Zolit is, és téged is vár a Vidán Park. Ma reggel 10-ig csak nektek van nyitva a Vidán Park. Bármire felülhettek, és most újra Szilit kérdezem, illetve hát Tamást, hogy merre veszitek az irányt. Én tudom, csak azért mondjátok el, illetve hát Szilit, te tudod a legjobban. Hát őszinte leszek, én most már tudom, de kicsit bánom is, hogy győztem. Hadd szóljak egy fél mondat. A www.bumerang.hu-n élő TV közvetítés. Láthatjátok a képeket, ott van Szilike egy picit, hát hogy is van, a bánattól és a félelemtől eltorzult arccal, mert már a T-Rex előtt állnak. A T-Rexről hadd mondjak egy-két dolgot. Ez egy 15 méter magas dinoszaurusz fejű valami, és egy ilyen szédítő, pörgő forgásra, gyakorlatilag tulajdonképpen a legextrémebb mozgásra képes szerkezet. Ilyen kétkarú, hatalmas, én láttam, én most ugye a lányommal többször voltam a Vidán Parkban, hát oda nyilván nem mertünk felülni, nyilván senki nem mer arra felülni. Igen, Szilikém, de ugye nekünk riporterre is szükségünk van. Azt viszont látom, hogy Tamás, a nyertesünk már bennül, nem? Így van, ő már bennül, nagyon elegánsan, és igazából úgy ül benne, mint napközis gyerek az ebédnél. Na most, tehát gyakorlatilag ő nem nagyon tudja, hogy ez miről szól, tehát nem tudom, látod-e ezeket a tárcsákat? Hatalmas tárcsafékek vannak, ez előre is hátra fog pörögni. Jön mindenki? Nagyon kevés! Hadd meséljem el egyébként, hogy ugye hetek óta tervezgetjük a meglepetéseket, és fölmerült mindig, hogy jó, de mi van, ha a nyertes nem mer majd beülni. A nyertes ott ül már. És az, hogy a Szili vagy a Fitti nem meri bevállalni, eszünkbe se jutott. Reggeliztél? Nem. Nem reggeliztél? Én egy kefirt itt, a Szili most elindul, akkor lehet, hogy majd a gyomortartalom rákerül a blendére. És te is már be vagy csatolva, ott ülsz Tamás mellett. Kicsit olyan sírásra áll a szád. Őszinte leszek, én nagyon be vagyok szarva. Az azt elhiszem. Én arra nem ülnék fel. De köszönöm szépen a támogatást. Tehát, hogy én azt hittem, hogy dodgemezni fogunk és donátkacsára lőni, és tudom én, ilyen rongylatákkal dobálni, ilyen masszikat, meg ilyesmi. Itt vannak a lányok, most már megvárjuk őket, mert én ezt a fiút nagyon szeretem egyébként is. Hallod, ezt nem hiszed, de nincs kinek üvöltenem, üres a Vidán Park. Hát mivel csak a tiétek. Itt vagyok! Itt van ez a hülye gyerek! Nem úsztátok meg! Na jó! Akkor én arra kérnélek benneteket, hogy induljon a T-Rex, és mivel Szili ott ül a nyertes Tamás mellett, azért szeretnénk hallani, hogy miről beszélgettek útközben. Csináljuk! Mert! Látok! Most döntsétek már el, hogy hova üljek! Nem mindegy, hogy honnan hányom! Mi van veletek? Hova kezdeni a kezemet? Ugye újraindítottuk a gépet. A szád elé, Fitti, a szád elé. Egyébként hasonló gép csak Kanadában van és Ausztriában. Csak ezt mellékesen mondom. Lacika magát is mutatja, gyönyörű képet. Aggódó az arca. Jó. Menjen már az a T-Rex! Jó, csak szeretnék elbúcsúzni. Igen, üzenjél. A környékbeliektől, hogy nem voltam mindig olyan rossz gyerek. Ők ugye elkezdtük tolatni, ez egyáltalán nem jó, mert ilyen tempóval sose tolattam még. Mennyire hülye vagyok, hogy felültem! De nem jó! Álljunk meg! Hol a gomb? Már nyomogatja a telefongombot! Mondjál valami! Nagyon király!
Nagyon jól néztek ki, gyerekek! Hülye vagy! Semmi baj! Mások ezért fizetnek! Igen, szakadozik a közvetítés. Szakadozik a közvetítés. Most Lacika ugye mereven tartja a kamerát. Az operatőr a kamerát mereven tartja rátok, és valószínűleg lentről egyébként látványosabb lett. Feje leállt. Igen. Azt a mindenit, milyen képek, Jézus! Gyerekek! Ez olyan pörög is, közben még hinta is. Tehát ez... Elég lesz, köszönjük! Nagyon finom nyeremény, köszi! Nagyon jó! Ezt nem hallják lent. Állítsd meg! Tényleg? De tényleg? Oké. De mi nem tudjuk legállítani. Innen hát próbáljátok elérni, ha kinyitottátok, akkor állítsátok meg! Ja. Azt mondták, hogy 10-ig ez pörög. A Banita próbál telefonálni, hogy le tudják állítani a T-Rex-et. Úristen, hülyék vagytok? Na most, úristen, gyerekek, tényleg fantasztikus volt.